traktorokat bemutató videóimban szoktam emlegetni, hogy univerzálisan kihasználhatók egész évben ezek a fűnyíró traktorok. Most nézzük meg, hogyan használhatjuk ezeket télen. Ugye felszerelhetjük a fűnyíró traktorunkat hótolólappal, szükség esetén pedig hóláncot is tehetünk rá, jobb kapaszkodó képesség érdekében. Gyakran elhangzó kérdés, hogy mennyire tudnak jól boldogulni ezek a kis fűnyíró traktorok a hó eltakarításával, ezért gondoltam, hogy készítek erről egy bemutató videót, hogy láthassa bárki, hogy nem komolytalan játékszerek ezek a kis traktorok, valóban alkalmasak a hó eltávolítására, eltakarítására, hótolólappal és hólánccal felszerelve adott esetben. Ezeken a felvételeken nem nagyon szokásos hómennyiséget látunk, már hogy magyarországi viszonylatra gondolok, de láthatjuk, hogy ezzel is jól boldogulhatunk. Hótolólap egyébként három pozíció, mint ahogy itt a képen is láthatjuk, három pozícióban állítható, haladási irányra merőlegesen, jobbra vagy balra ki tudjuk fordítani egy-egy pozícióban. Hogyha merőlegesen van a haladási irányra, akkor egyenesen tudjuk a havat tolni vele, illetve hogyha jobbra vagy balra kifordítjuk, akkor pedig azon az oldalon hagyja el, ugye, amerre fordítottuk. Az is elhangzó kérdés, hogy a vágóasztal a traktoron maradhat-e, vagy pedig le kell szedni. Én azt mondom, hogy amennyiben kisebb hómennyiséggel számolunk, és kisebb hómennyiség esik le, nem szükséges a vágóasztalt levenni, hiszen a traktor hótolólapja eltolja a havat előttük, és akkor nem lesz útban. Amennyiben azonban extrém nagy hóesésre számíthatunk, akkor valóban praktikusabb leszedni a vágóasztalt, hiszen így kedvezőbben dolgozhatunk. Ezen a felvételen itt azt is láthatjuk, hogy mi a helyes hótolási technika, tehát ne csináljuk azt, hogy mondjuk az épülettől kifelé haladva elkezdünk folyamatosan mindig balra tolni, mert akkor már olyan hómennyiséget fogunk fölhalmozni, amit nem tud a traktor eltolni. Tehát praktikus 2-3 nyomot balra elhordani, és utána folyamatosan mindig tudjuk aztán kiebb bal oldalra tenni. Itt láthatjuk, hogy ez egy XT3-as traktor, amin differenciál zár is van, tehát folyamatosan hajthat mind a két kerék, amikor megcsúszna. Ugye itt látjuk is, hogy az emberke, a traktor vezetője a bal sarkával nyomta a diffüzár kapcsolót. Használhatunk, ha nagyobb a hómennyiség, akkor a hótolólap helyett hómarót is. Erre a traktorra, ugye ez egy LT3-as típus, ezen nincs differenciálzár, erre hómarót szereltünk föl, és ezzel takarítjuk a havat. Hát itt azért praktikus, hogyha a szomszéd jóban van velünk, és nem szóljuk át hozzá a teljes hómennyiséget itt a kis közlekedő útról. A hómaró nagyon hatékony eszköz, hogyha nagyobb hómennyiségről van szó, amit el kell takarítanunk, annyi csak, hogy ez sajnos jobban zsebbenyúlós történet, mint egy hótolólap, hiszen egy hótolólap az ilyen 130-140 ezer forint körül van típustól függően, ezért egy hómaró az pedig 550-től 700 ezer forintig bezárólag, bocsánat, hómaró költséghez körülbelül ilyen nagyságrendet jelent. Viszont nagy hómennyiséget ezzel tudunk eltakarítani. Itt a kolléga egy kicsit nagyon nyomta a gázt, hogyha kicsit lassabban menne, akkor ugye nem csúsznának folyamatosan a láncolt kerekek, és könnyebben összeszedni a havat. A kidobó cső, ez állítható egy kurbi segítségével, jobbról balra 180-190 fokba, tehát bármilyen irányba tudjuk a havat szórni, illetve a szórás távolsága is lecsökkenthető adott esetben, hogyha mondjuk a szomszédban már nem szeretnénk átszórni, akkor ott egy ilyen terelő lemez lehajtásával lényegesen kisebb távolságra is el tudjuk szórni a fölmaradt havat. Tehát a hótolólap és a hóláncos megoldás mellett ez a hómaró lehetőség is rendelkezésre áll, és akkor gyakorlatilag nem számíthatunk Magyarországon olyan hómennyiségre, amellyel ne tudnánk megbirkózni.
hómaró az szükségessé tesz egy minimális teljesítményt, tehát van egy minimális teljesítményigénye, egy kéthengeres 605 centi fölötti motor szükséges ahhoz, hogy föl tudjuk szerelni. Ha ez érdekli, akkor érdeklődjön, hogy mely típusokra szerelhető hőmarulatot. Ki lehet egészíteni a hótolás mellett a jégolvasztás funkcióval is, a sikosságmentesítéssel. Kapható különböző méretbe ilyen röpítőtárcsás szórókocsi, amivel a jégmentesítő anyagot kiszórhatjuk. Most tekintsünk ettől, hogy mi vontatja ezt az eszközt. A cél az volt, hogy bemutassuk, hogy ez hogyan dolgozik. Ugye a tartályból a szóróanyag a röpítőtárcsára, amit a gördülő kerekek hajtanak meg, szóródik az anyag, és így tudjuk ezt kiszórni.